9 hónap után először. A dicséretek mellett a kritikái volt a főszerep a csabai közgyűlésen. Új tornaterem, sportudvar és természettudományos szaktanterem. Több 100 millió forintos fejlesztés két egyházán. A kuláküldözés áldozatainak emléknapja. Békés Csabán koszorúzással emlékeztek. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Jól vészelte át a koronavírus járványt Békés Csaba, hangzott el az idei első közgyűlésen. A város megőrizte gazdasági stabilitását, és tovább zajlanak a beruházások is, mondták a képviselők. A közgyűlésen számos témát érintettek, a beszámolók és tervezetek mellett szó volt a Kenderföltegen tervezett ivóvízhálózat kiépítéséről, és arról is, hogy új kezelésbe kerül a Csaba Park. A békéscsabai képviselőtestület legutóbb ebben a formában tavaly szeptemberben ülésezett utoljára a koronavírus járvány miatt. Most újra itt lehetünk, és újra dolgozhatunk együtt a városért, és reméljük, hogy ez új lendülettel tölthet el bennünket a képviselői munkában. A júniusi közgyűlés első órája a háláról szólt. A képviselők köszönetet mondtak a koronavírus járvány terjedésének megfékezésében részt vett dolgozók, a polgármester, valamint a polgármesteri hivatal apparátusának munkájáért. Én is azt gondolom, hogy egy jól működő rendszer volt itt az elmúlt hónapokban. Megvolt a lehetőségünk az egyeztetésre, el tudtuk mondani álláspontunkat, véleményünket, érveinket, és valóban több olyan előterjesztés is volt, több olyan határozati javaslat is volt, ahol polgármester úr megállította a döntéshozatalat és figyelembe vette az általunk mondottakat. Köszönet jár a hivatali apparátusnak, a hivatali szervezetnek azért, hogy megfelelő előkészítések történtek a döntéshez. Az ülésen szó esett a koronavírus járvány Békés Csabát érintő gazdasági hatásairól. Mint kiderült, a város költségvetése stabil maradt. Ezt a polgármester a takarékoskodásnak és a kormányzati támogatásoknak tulajdonította. Utóbbiból jut még város üzemeltetési kiadásokra, sportutánpótlás támogatásra és bizonyos beruházásokra is. Ilyen például az ivóvízhálózat kiépítése a Kenderföldeken, amelyre 30 millió forint plusz forrást különítettek el a korábbi 70 mellé. Mezőmegyer, Kastélyszőlők, Kenderföldek városrész, Vesze városrész lehet említeni, de biztos van más is most a teljesség igénye nélkül. Mondtam, Jaminában is vannak olyan utcák, lakott utcák, ahol ugye még nincs meg ez az ivóvíz, vezetékes ivóvíz szolgáltatás. Azt természetesen megígérem, én is így is gondoltam, hogy minimum bizottsági szinten születik majd döntés a pontos felhasználásról. A lényeg, hogy most itt ugye egy forrás összeget biztosítanánk erre a célra. Az összesen 100 millió forint értékű beruházást más forrásból a város nem tudná megoldani. Úgy tűnik, hogy a TOP Plus-ból, tehát a most következő 7 éves EU ciklusos finanszírozási források nem nagyon fognak tudni lehetőséget adni ivóvízhálózat bővítésére. De még van egy pici esély, hogy ilyen legyen, a TOP Pluszokba belekerüljön ilyen téma, fejlesztési téma, de nem sok eséllyel. Illetve hát a másik, amiről ma már beszéltünk, az alföldvíz helyzete is nehézé teszi, hogy az onnan származó bérleti díjakat mondjuk ivóvíz fejlesztésre fordítsuk. Ezért különösen jó, szerintem jó döntés lenne, ha most a közgyűlés ugye ezt támogatva, a bizottságának javaslatát ugye megemelni ezt a forrást. A Békés Csaba vagyonkezelő ZRT helyett a Békés Csabai Városfejlesztési Kft. Veheti át a Csaba Park üzemeltetését jövő év elejétől. A testület több tagja szerint vannak gondok a parkkal, más szerint ez nem csoda, mivel az oda tervezett fejlesztések még nem készültek el. Hát a Csaba Park az ugye régi nagy álmom, de úgy néz ki, hogy most már egyre inkább beérik. Az, ami mondja, most a végén kezdeném Illés, hogy sok a gond, hát mert folyamatos fejlesztés alatt van. Most a Csaba Parknak a utolsó ütemébe azok az attraktív dolgok készülnek el, ami már pénzszerző is lehet. Februárban nagy port kavart az a videó, amelyen egy fiatal kisiklik az egyik Csaba Parkban található csúszdából. Az ülésen ez is téma volt. A múltkor lecsúszott az a kisrác azon a csúszdán, ez kirepült belőle. Aki alatt egy görkocsa, vagy egy sál volt, nem? Sál volt alatta.
De mindegy, vagy görkorcsolja, vagy sem, mindegy. De csúnyán kirepült. Erre dr. Sódor Anita, a Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott, hogy ezek a csúszdák a élménypark részei, és ezt mikor átadják, akkor személyzettel fog üzemelni. Egy baj van, az a személyzet pénzbe kerül. A területfejlesztési operatív program keretében megépült csúszdaparkot együttesen szeretnénk üzemeltetni, pont a költséghatékonyság miatt és a takarékosság miatt, az MVP-s projektekből megvalósuló különböző aktív turisztikai elemekkel, így például a csúszda, a hófánkpályával, kanopipályával, illetőleg drótkötélpályával. Soha nem mondtuk azt, hogy ehhez nem kell szakszemélyzet, sőt, ügyvezetőként, ha hozzánk kerül a Csaba Park üzemeltetése, ragaszkodni fogok a szakszemélyzetnek a jelenlétéhez, a dombra létesült elemeknek a működtetésére. Erre nem fogom sajnálni a pénzt, ezt most is kijelentem a közgyűlés előtt. A közgyűlésről készült teljes adásunkat megismételjük június 30-án szerdán és július 3-án szombaton, mindkét napon 10 óra 20 perctől a 7.tv-n. Írásos tudósításunkat megtalálják a behír.hu oldal közgyűlés rovatában. Békés Csaba a pandémia alatt is megőrizte stabilitását, emelte ki a város polgármestere a hétfői közgyűlés után. Szarvas Péter arra emlékeztetett, a járvány komolyan befolyásolta a megyeszékhely pénzügyeit, de az önkormányzat takarékossággal megőrizte fizetőképességét. A koronavírus járvány nagyban befolyásolta Békés Csaba idei pénzügyeit, fogalmazott a városvezető. Emlékeztetett, mintegy 3 milliárd forint nem folyt be a város kasszájába, többek között a parkolási díjak és a helyi adók elmaradása miatt. Ezzel párhuzamosan kormányzati segítség is érkezett, így a költségvetés stabil maradt. A takarékosság, az elővigyázatosság fontos azért, hogy a város fizetőképessége fennmaradjon. Mindent mérlegre téve, nincs fizetési problémánk, minden számlát határidőre kifizetünk, és emellett a város fejlődött is ebben az időszakban, és a továbbiakban is fejlődni fog. Mindeközben elkészült Békés Csaba új ifjúsági és sportkoncepciója. Előbbi olyan cselekvési tervet tartalmaz, mellyel arra próbálják ösztönözni a fiatalokat, hogy más városokban folytatott tanulmányaik végeztével jöjjenek vissza Békés Csabára. Az az üzenetünk a fiatal generációnak, hogy Békés Csaba egy fejlődő város, jó az óvodarendszerünk, korszerűek a bölcsödéink, az iskoláink magas színvonalúak, ez vonatkozik az általános iskolai és a középiskolai képzésre. Az egészségügyi ellátás is azt gondolom megfelelő, jó a sportélet, jó a kulturális élet, és Békés Csaba az egyik legzöldebb város Magyarországon. A sporttal kapcsolatos elképzelések nem változtak nagyban, tette hozzá a városvezető, ugyanakkor egy-egy egyesületnek külön kérésre támogatást biztosítanak majd a magasabb osztályba való feljutáshoz. Sajtótájékoztatón értékelte a közgyűlés júniusi ülését a Békés Csabai Fidesz-KDNP frakció kedden. Hanó Miklós, Opauszki Zoltán és Palánc György többek között a 2021-es költségvetés módosításáról, valamint az ifjúsági és sportkoncepcióról tájékoztatott. Békés Csaba alpolgármestere Hanó Miklós értékelőjében kiemelte, hogy a Csaba Park üzemeltetése a Békés Csabai Városfejlesztési Kft.-hez kerül át. A város környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka kiemelte, hogy a kormány 600 millió forintot biztosított az önkormányzatnak működtetési feladatok ellátására. Itt nagyon fontosnak tartanám kiemelni ezen tételek közül, hogy például település üzemeltetési feladatokra 146 millió forint többletforrást tudunk biztosítani, 110 millió forintot tudunk fordítani a helyi közösségi közlekedésnek a finanszírozására ebből a többletforrásból, 100 millió forintot fogunk tudni felhasználni egy nagyon nagy fontosságú települési szintű ivóvízvezeték hálózat fejlesztési program elindítására. Az oktatási ügyekért felelős tanácsnok az elfogadott ifjúsági koncepcióval kapcsolatban elmondta, a cél az, hogy a békéscsabai fiatalság számára kedvezőbb körülményeket teremtsenek.
alapos helyzetelemzésre épül, és egy olyan cselekvési tervet fogalmaz meg, amely megpróbálná elősegíteni azt, hogy a Békés Csabán élő vagy tanuló fiatalok számára kedvezőbb körülmények legyenek. Nyilván nagyon fontos szándéka az Békés Csabának, hogy megpróbálja itthon tartani az itt lévő, az itt élő, itt született, itt tanult fiatalokat, legyen szó szakemberekről, vagy értelmiségiekről. A tanácsnok hozzátette, a közgyűlés a sportkoncepciót és támogatási rendszert is elfogadta, ahol cél a fejlődő infrastruktúra mellett a csapatok eredményes szereplése. Békés Csaba költségvetése megmaradt a korábbi szinten, hangzott el az MSZP önkormányzati képviselőinek közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján. A grémium döntéseit Miklós Attila és Fülöp Csaba értékelte. A költségvetéssel kapcsolatban Fülöp Csaba hangsúlyozta, megmaradt a korábbi szint, hiszen Békés Csaba 44 milliárd forintból gazdálkodhat, amelyből 13 milliárdot működésre, míg további 31 milliárdot beruházásokra fordíthat. Az iparűzési adó tekintetében volt egy felezés a kormányzat részéről. Ugye nem lehetett tudni, hogy ebben a gazdasági helyzetben a vagyoni bevételek hogy fognak alakulni, hogy a vállalatok, vállalkozások milyen igényt fognak támasztani az ingatlanok iránt, és ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz a kormányzati kompenzáció, egyrészt az iparűzési adó csökkentése, másrészt pedig a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítése érdekében. A tájékoztatón szóba került az is, hogy 2022-től a Csaba Parkot már a Békés Csabai Városfejlesztési Kft. Működteti majd. Azt ígérte a cég ügyvezető asszonya, hogy még ebben az évben kapunk egy olyan működtetési koncepciót, egy olyan üzleti tervet, ami bemutatja azt, hogy hogyan lehet ezt a szabadidőparkot rentábilisan üzemeltetni. Megtérülésről nem hiszem, hogy tudunk beszélni, hiszen több mint 4 milliárd forintot költöttünk eddig a Csaba Parkra, ami jelenleg inkább egy békés csabaiakat kiszolgáló szabadidős park, semmint turisztikai látványosság. Miklós Attila az Alföld Víz ZRT-vel kapcsolatban hangsúlyozta, állami beavatkozás kell ahhoz, hogy a vállalat túlélje a 2021-es évet. Hozzátette, a kormányzati szándék megvan, de Békés Csaba csak olyan döntést támogat, amely nem jár közvetlen vagyonvesztéssel az önkormányzatnak. Új tornateremmel, sportudvarral és természettudományos szaktanteremmel bővült a Román Nemzetiségi Iskola két egyházán. Az átadó ünnepségen Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, fontos, hogy a magyarországi románság is megőrizze, majd továbbadja kultúráját, nyelvét és tudását. A hazai fejlesztés politika egyik fő célja a köznevelés területén, hogy egészséges ifjúságot neveljenek, mondta az ünnepségen az intézmény vezetője. Borbély Erika hangsúlyozta, a sport pedig nevel, egységet teremt és megtanítja a gyermekeknek a csapatban gondolkodást, azt, hogyan kell küzdeniük egymásért. Az 1000 négyzetméteres, teljesen felszerelt tornaterem, a kiszolgáló létesítmények a sportudvar mellett a kivitelezők egy természettudományos labort is kialakítottak az intézményben. A teljes támogatási összeg 464 millió forint volt. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a természettudományos szemlélet és a környezettudatos viselkedés kialakítására. Hosszú távú célunk, hogy az oktatott diákok között kerüljenek ki olyanok, akik később a kutatás-fejlesztés területén helyezkednek el, hiszen már gyermekként megszeretik ezeket a tudományterületeket. A sportkomplexum átadóján Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár hangsúlyozta az ilyen jellegű fejlesztések fontosságát, amelyek megalapozzák a fiatalság egészséges szellemi és fizikai fejlődését. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a magyarországi nemzetiségek és azon belül is a románság megőrizze azt a kulturális múltját, és továbbadja a jövőben. Megőrizze a nyelvét, és továbbadja a jövőben. Megőrizze oktatási és nevelési intézményét, és továbbadja a jövőben, pontosan azért, hogy az egész közösség megmaradjon.
A térség országgyűlési képviselője a fejlesztés népesség megtartó erejét hangsúlyozta. Elmondta, hogy az itteni óvodába járó kicsik száma például rövid idő alatt másfélszeresére nőtt. A fejlesztések sora ezzel nem áll meg a településen. Ezek sokszínű fejlesztési lehetőségeket hoznak. Elég talán, hogyha azt mondjuk, hogy a Magyar Falu program keretei között is rendre a nyertes települések között van két egyháza. Elég, ha azt mondjuk, hogy épül a 120-as vasúti vonal, ugye kétszer két nyomvágányú lesz, és Békés Csaba is az országhatár között lehetővé tesz egy gyorsabb, balesetmentes közlekedést. Két egyháza polgármestere kiemelte, a mindennapos testnevelés órák mellett az új sportcsarnok, a helyi közösségi központ meghatározó eleme is lehet majd. A település így a közösségépítésnek, a rendezvényeknek és a sporteseményeknek köszönhetően is tovább erősödhet. Június 29-e a kuláküldözés áldozatainak emléknapja. Ez alkalomból tartott megemlékezést a Békéscsabai önkormányzat kedden a Városháza árkád során. A rendezvényen a jelenlévők megkoszorúzták a Molnár Sándor emlékére állított márványtáblát. A köröstarcsai parasztgazdát 1950-ben végezték ki, miután a Békéscsabai járásbíróság koholt vádak alapján halálra ítélte. A megemlékezés Rabovszky Bende népdal produkciójával kezdődött, majd Andó György, a Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója felidézte Rákosi Mátyás 1948-as kecskeméti beszédét. Amíg a paraszt azt látja, hogy a kulák egészen jól boldogul, addig hiányzik neki a serkentés a szövetkezésre. Ez a Szovjetunióban is így volt, de gyökerében csak úgy tudjuk elintézni, ha elvesszük a földjét, házát, gépét, és hogy mit csinálunk vele, azt még nem tudjuk. Talán külön kulákfalukat csinálunk, mint a Szovjetunióban. Ezt követően Liszi Melinda, a Jókai Színház művésze szavalta el Simonyi Imre Ezer év című versét. Lekmezein lettél vérrel agyakönyvelt európér. Kelet ellen bot csinálta golyófogó védőbástya. Miként az egyszeri foglár Svábföldön törököt fogtál két marokkal, slám, nem ereszt se török, se kettős kereszt. A megemlékezés zárásaként a résztvevők koszorúkat helyeztek el a Molnár Sándor parasztgazda emlékére állított márványtáblánál. Elsők között Szarvas Péter, Békés Csaba polgármestere, Varga Tamás alpolgármester és Herceg Tamás országgyűlési képviselő helyezte el az emlékezés virágait. Ezt követően Molnár Sándor unokája, illetve Vánsza Pál, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Békés megyei elnöke is koszorúzott, végül pedig a résztvevők fejet hajtottak a kuláküldözés áldozataira emlékezve. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!